azt mondtuk, hogy a jangfa a mamutfenyő, a tölgyfa, akkor a yinfa lesz a pici virág, a palánta, a fűszál, ami a lágyszárú növények, amik könnyen el tudnak hajlani, még nincs az a megfásult törzse. Tehát minden olyan növény, ami könnyen hajlik, ami pici, ami fiatal, fiatal hajlás, vagy a bambusz például, itt látszik a bambusz, ahogy ha kell, akkor meghajlik, akkor ilyen nagyon szép spirál alakba tud nőni. Tehát amikor a yinfáról beszélünk, a yinfa emberekről beszélünk, a yinfa mindig diplomatikus, a yinfa kompromisszumkéz. Tehát hogyha belegondolsz, hogy a kúszónövény hogy keresi magának az útját, ugyanilyenek a yinfa emberek is, hogy mindig megtalálja magának a lehetőségeket. A yinfa az nem arról szól, hogy dacoljon a széllel és dacoljon az élet nehézségeivel. Nem ezt a programot hozta. Tehát hogyha az lenne egy léleknek az inkarnációs feladata, hogy kiharcolja magának, ha kell tűzön, vizen keresztül menve mondjuk az igazát, akkor yangfémnek születik, vagy yangfának. Akkor nem yinfának fog születni. Ha yinfának születik, akkor az erőssége abban van, hogy hogyan tudja úgy elérni a célját, hogy ne ütközzön ellenállásba. Iszonyatosan diplomatikus. Pontosan ezért, mert ő nem szeretne senkit sem megbántani, a yinfa békességre törekszik, a legkompromisszum képesebb és a legdiplomatikusabb jegy. Tehát az, hogy hogyan lehet a rossz hírt becsomagolni, masnival átkötni és cukormázzal leöntve tálalni, nincs még egy olyan profi jegy, mint a yinfa. A yinfa a rossz hírt is úgy fogja neked tálalni, hogy örülsz neki, hogy milyen szerencséd van, hogy ez történt. Figyelj, mondok egy példát. Tehát például mondjuk a kormány szóvivői állás, az egy tipikus yinfa állás. Tehát amikor hoznak egy megszorítást, és ezt be kell jelenteni úgy, hogy ne váltson ki ellenállást az emberekbe, akkor oda dobdod a yinfát, keresse erre yinfát. Jó, hogyha mondjuk egy céged van, és be kell jelentened egy fizetéscsökkentést, akkor a yinfával jelentesd be. A yinfa abban érdekelt, hogy nehogy konfrontálódjon, csak nehogy megbántson valakit, nehogy rossz hírt kelljen mondani. Ha valamiért rossz hírt kell közölni, akkor az becsomagol, és megpróbálja úgy eladni azt a dolgot, hogy nem fogod rossz hírként érzékelni. Úgy fogod érezni, milyen szerencséd van, hogy ez történt. Tehát a yinfának van egy nagyon, nagyon erős diplomáciai érzéke. Nem véletlen, hogy a politikai élet, a diplomácia tele van yinfákkal.